Pomáz azon szerencsés települések közé tartozik, ahol működik a közterület felügyelet, sőt elmondhatjuk, hogy Pomázon igen jól működik a közterület felügyelet. Ezt bizonyítandó például a legutóbbi eseteket is ö, ö, biztos hallották a kedves nézők, egy sikeres elfogás történt január első napjaiban, illetve január elsőjén. Igen, és köszöntöm szépen a Pomáz online nézét, illetve a szerkesztő urat. Nagy megtiszteltetés ez, hogy ilyen jó híre szolgálhatok az év elején. Viszont ahogy ön is kezdte a riportunkat, el kell, hogy mondjam, hogy Pomáz város vezetése a polgármesterúrral, a képviselőtestülettel és a jegyzőúrral közösen meghatározta azt a célt, hogy 2022-től olyan közteletfelügyelői állományt hozzon létre, amely a napi kihívásoknak megfelelően azonnalosan tud reagálni. Ez alatt azt értem, hogy emberállományban megduplázták a közteletfelügyelői állományt, illetve a kötelező felszereléseken kívül olyan védőeszközökkel láttak el minket, amelyek segítik a munkánkat és egy hatékonyabb munkavégzést biztosítanak. El szeretném mondani, hogy a kérdéses elfogáskor is szükségünk volt erre, magyarán a befektetett dolgok meghozták a hasznot. Tehát az, az említett elfogás egy, egy körözött drogkereskedő volt, aki a rendőrség körözési listáján már elég régóta szerepel. Valóban így van, azt el kell, hogy mondjam önöknek, hogy a Pomázi felügyelet megalkotásánál az osztályvezető úr kérése, illetve határozott elképzelése az volt, hogy maga a végzettség megléte az még kevés. Tehát olyan állományt szeretett volna összetenni, és ezek szerint sikerült is, akik mindenkinek megvan a maga speciális szerepe a közterületfelügyeletben, speciális feladatokat is tud -e ellátni, egyéb szakmai ismeretekkel is rendelkezik, van van, aki a fákhoz ért pluszban jobban, van, akinek a közlekedési vénája erősebb, van, aki a kommunikációban, illetve személyemben pedig egy bűnügyi orientált közteletfelügyelőt Foglalkoztat az önkormányzat, úgy is mondhatnám sportnyelven, hogy posztokra igazolta a hivatal. A polis.hu körözési listán minden nap kötelező a felügyelőknek megnézni azokat a körözött személyeket, körözött tárgyat és eltűnt személyeket, amelyek Pomász területén feltalálhatók, vélhetőleg feltalálhatók, vagy pedig pomázi kötődöttségűek. És az ominózus körözést így szúrta ki a felügyelői állomány, és mindent elkövettünk annak érdekében, hogy ez a körözött személy ráadásul egy kiemelt bűncselekménnyel elfogásra kerüljön. Aminek nagyon örülünk, hiszen a drog egyébként ugye nem csak pomázi, hanem országos probléma is, és egyre nagyobb probléma és egyre több embert veszélyeztet. Ezekhez az elfogásokhoz, illetve a közvetfegyelet munkája, végzési ez, amit ugye említettünk, hogy hála Isten ebben a városban jól történik, és folyamatosan jelenlét. Ezekhez ugye kellenek mindenféle felszerelések is. Igen, nagyon fontos, és ezt egyik hozzá, egy nem kötelező felszerelések. Tehát az önkormányzatnak megvan az, a, a, ami az ön, a felügyelőnek biztosítani kell ruházatot, illetve felszerelést, és ezen felül Pomáz ma Magyarországon az egyik legjobban felszerelt felügyelet, illetve amikor az osztályvezető úrhoz felmegyünk, a különböző kérésekkel szinte nyitott ajtókra találunk. mindez alatt azt értem, hogyha egy problémát, problémában meg tudjuk indokolni, hogy miért és mire van szükségünk, akkor azt az anyagi lehetőségeken belül megpróbálják megteremteni. Egyetlen egy kérése volt a város vezetésének, hogy pont az ön által említett drog problémát kiemelten kezeljük itt Pomázon. Tehát ha jól értem, akkor a felszerelés, a közelet felügyelők felszerelése tartalmaz olyan elemeket is, amik egyébként, hogy úgy mondjam, pluszként vannak jelen igen, tehát abszolút pluszként vannak jelen. Egy nagyon nagy kiadás volt ez az önkormányzat részéről, ezzel is biztosítva azt, hogy a pomázon lakók maximálisan közbiztonság érzetük megemelkedjen. Hogy mutassam be a szúrásálló mellényünket. Bizonyára sajnos a kedves nézők is ta, a hírekből értesültek a rengeteg rendőröket, illetve köztelett ért támadásokról. És ez egyre több sajnos. És ez egyre több, és az előző visszacsatolást hogy engedje, engedje meg nekem. Tehát egyre több a drog probléma, illetve az alkohol probléma. Ami szinte magával hozza az erőszakot, és itt nagyon fontos, hogy a rendvédelmi szervek megfelelő biztonságban legyenek. A következő kérésünk az az volt, hogy amennyiben mód is lehetőség van rá, az intézkedések konkrét panaszkivizsgálása, vagy akár jogszabályban meghatározott dokumentálása érdekében egy olyan testkamerát, kapjunk, amit egyébként meg is kaptunk, amely éjjellátó funkcióval is el van látva, közel 5 kötőjel 10 órát is képes egyfolytában felvenni. Ez mindenféleképpen fontosnak tartom, nem csak a mi védelmünk érdekében, hanem az állampolgárok érdekében is, ha esetleg bármelyik kollégánk panasz lenne, vagy sérelmezne bármit, na, akkor azt megfelelő módon ki, ki tudjuk vizsgálni. Tehát akkor ez a kamera, mondhatjuk, hogy helyszíni felvételeket csinál. Nem mondhatjuk, hanem konkrétan azt is csinál. Ö, osztályvezető úr kérése az volt, hogy amennyiben kilépünk az épületből, a kamerát azonnal indítsuk el, tehát ne csak az legyen, hogy össze van vágva egy intézkedés, és a, csak a végére sikerül bekapcsolni, ezeket feltöltjük egy szerverre, és a jogszabályban meghatározott határidőn belül persze természetesen töröljük, viszont ö, nagyon fontos dolognak tartom azt, hogy a későbbi reklamáció, intézkedés elleni panasz, vagy akár a saját védelmünk érdekében egy olyan kamerarendszert kaptunk, amely minden kétséget kizáróan tud bizonyítani helyszínen történt dolgokat. Látok a kezében még egy másik kis csodát, ez, ez mi? Hát ez egy hőkamera, amely a pontosan a drog problémák miatt felmerült éjszakai, illetve késő esti elősegítésére kaptunk. Nagyon fontos megjegyeznem, hogy amikor a mostani városvezetés átvette a polgármesteri hivatal kulcsát, akkor egy olyan közszeretfelügyelői állományt Kívánt létrehozni, amely ünnepnapon és hétvégén is szolgálatban van, a lehető legtöbb időtartamban, tehát ez napi 12 órás szolgálatot jelent, és megpróbáljuk az igényekhez mérten ezeket a szolgálatokat úgy csúsztatni, hogy az aktuális pomászi rendezvényekre, illetve a, a szezonális problémákra itt gondolok, most jelenleg ugye a decemberi hónapban a petárdázások, a, a jégpálya, tehát mi magyarán egy élő szervezet vagyunk, ami azonnal reagál a, a problémákra. És ugye a, a kábítószer probléma és a kábítószer megjelenése főképpen a város egyik felére koncentrálódik, ezért is döntött úgy az osztályvezető úr 2023 év januárjában, hogy a közterületfelügyelői felügyelői állományt megosztja oly módon, hogy körzetekre bontja pomázt. Ez azt jelenti, hogy a kötelező járőrzési és egyéb adminisztrációs munkák mellett társadalmi kapcsolatok kiépítése, illetve a rendőrség munkáját elősegítő adatszerző tevékenységekkel kell kielégíteni kiegészíteni. Ezt a területet, a bűnögyileg fertőzött területet Paksai Gergő kollégám, illetve én kaptam meg, nem titkoltam a kérésünknek, és ennek feltétele volt, hogy a a drogdílerek, illetve a drogkereskedők, a, valamint a drogfogyasztók mozgása érdekében a derapatak fölötti ö, hidakon történik, amelyet egy hőkamerával ö, lehetséges tökéletesen feltérképezni, illetve ezt a hőkamerát tudjuk a belterületi vadállomány feltérképezésére is használni, valamint eltűnt személyek keresésére is használni. Amikor ezt az igényünket osztályvezető úrnak ö, tálaltuk, nem volt őszinte a mosolya, azért mert ő tisztában van azzal, hogy kérni könnyebb, mint biztosítani az anyagi hátteret, de szerencsére polgármesterről és úr is azon az állásponton volt, hogy a felszerelések nem hiánya nem akadályoztathat minket a munkában. Hát, és ugye, ahogy elmondta, azért elég fontos felszerelés. Hát az, az egyik legfontosabb felszerelés, tehát a védő felszereléseken túl a minden olyan eszköz nekünk nagyon fontos, ami hatékonyan segíti a közbiztonságot, illetve a köztelet munkát. Így például az önkormányzati vagyonvédelmet, vagy engedjék meg, hogy megemlítsem azt, hogy a köztelet állományunk a szociális ellátó szolgáltatóval egy szerződés keretében például az idősek éjszakai ügyeletébe is besegít. Ez nagyon fontos, hiszen erről nemrégiben beszéltünk, hogy, hogy sok olyan magateltetlen öreg van, aki ha elesik, vagy baj történik vele, akkor nem nagyon képes a továbbiakra. Polgármester úrnak határozott kérése volt, hogy figyeljünk oda a pomázi idősekre, majd ezt követően sikerült ezt a szerződést úgy megkötni, hogy abban mi is hatékonyan részt tudjunk venni. Szerencsére. Van itt még egy pár dolog, ez itt a, a, a derékül, ezek mit tartalmaznak. Hát a, ami nagyon fontos, hogy a közvet felügyelői állomány kényszerítő eszközöket is alkalmazhat, amennyiben a törvényi lehetőség erre, a törvény erre lehetőséget ad, de ez megfelelő vizsgák szükségesek. Ezért mondtam a riportunk elején, hogy maga a maga a képesítés megléte egy pomázi köztelet felügyelethez még nem elég, mert ezt hatékonyan kell tudni felhasználni, és a végsőkig kitartani, amellett, hogy szép szóval, illetve törvényi hivatkozással rábírni az elkövetőt, vagy pedig a, a dühöngő embereket arra, hogy például a kezemben lévő bilincset használni lehessen. Természetesen oktatásban is részt vettünk, illetve vizsgáztatásra került sor, amit el kell, hogy mondjak, és elfelejt elnézést, kérek, elfelejtettem a riport elején mondani, hogy ahhoz, hogy egy köztelet felügyelői állomány önkormányzati szinten működjön, egy együttműködési szerződés szükségeltetik a rendőrséggel. Ezt megkötötte az önkormányzat a rendőrséggel, és a Szentendrei rendőrkapitányság felügyelete mellett is vizsgáztunk le bilincs használatból. Tehát ez, ez a, 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 a bilincs. Gondolom a következő kérdés az lesz, hogy használtuk-e már. Igen, azt ez kell, hogy mondjuk Nem kell használni. Nem kell sűrűn használni, szerencsére. Én azt gondolom, hogy még annyira nem veszélyes a helyzet Pomázon, tehát azért nem kell itt egyből sárkányokat az égre rajzolni. Ez azért jó, hogyha az embernél van, soha nem lehet tudni. Ez azért elég rossz viseletnek. Így van, nem éppen a legszebb ö, karkötő a világon. A második, ami már inkább a, ö, ö, mi, védelmünk, illetve, ö, a mi védelmünk, illetve a mi illetve az állampolgárok védelmét szolgáló ö, Gáspré, amely szintén egy rendszeresített ö, országos rendőrfőkapitányság tenderén keresztül beszerzett ö, kényszerítő eszköz. Ezt most ne nyomja meg, ugye? Nem, Legyen kedves ne nyomja meg. Ez is nagyon fontos volt, hogy ezeknek a lejárati ideje elég rövid. Szinte még le se jár, már be kell nyújtani az új igényeket, rengeteg admin, adminisztrációs munkával jár. Ugyanakkor gondolja el a szerkesztő úr is, hogyha csak egy nem rendszeresített paprikasprével valakit lefújna egy felügyelő és esetleg károsodás érni, azért abból hatalmas pert lehetne indítani. Tehát sajnos ezekre a rövid lejáratú eszközökre folyamatosan figyelni kell, és folyamatosan megrendelni. A másik, amit önnek is szemet szúrt, az a, a gumibot, az úgynevezett hivatalos nevén rendőrbot. Ez, 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 nem gumiból van. Hát de gumiból van, csak egy speciális kemény gumiból, és uh, bivar, bivajbőr fogantyúval. Uh, erre sem volt még uh, szükségünk, de ő egy olyan, olyan, mint egy jó anyós, hogy jelen van, de soha nem szerepel. A másik azt, amit uh, a, szívesen megmutatok, de egyébként egy felíró tön van benne, uh, illetve a parkolás... Ezzel már találkoztunk. <t> parkolást elősegítő cédulák. Ez a mindennapi felszerelésekhez hozzátartozik, amit nem hoztam fel a riportra, és szintén megkaptunk, és szintén nem kötelező felszerelés, amiről már régebben volt szó a kutyák, illetve egyéb vadak befogására alkalmas befogó húrok. Ezzel viszont rendszeresen találkozunk pomázon, hogy elkoborolt kutyák vannak. Nehéz őket megfogni. Hát Megvasárban már jelen vannak a vadállatok és... jelen vannak a vadállatok. Most a legújabb jelentések szerint pomázon a bors populáció hatalmas mértékeket öltött. A szakemberek azon vannak, hogy ezt a megfelelő helyen és a megfelelő módon Koordinálják. Tehát például erre is kell. Ezt szeretnénk még mondani, hogy van kutyacsippolvasónk, ami, hogyha közterületen találunk kóborolt ebet, akkor azt le tudjuk olvasni, és az adatokat ki tudjuk belőle nyerni. Ami még szintén extra volt, és a úr ennek se nagyon örült a kiadások oldalán, hiszen ő jó gazdamódjára gazdálkodik az önkormányzat vagyonával. Viszont a mi munkánkhoz nagyon szükséges, hogy többször olyan koszos tárgyakat kell betennünk a gépjárműbe, ami, ami után porszívóznunk kell. És ez egy hatékony porszívó, amelyen rögtön meg tudjuk tisztítani a szennyeződésektől az autót. Tehát akkor a Pomázi Közszeret Felügyelet tulajdonképpen a Pomázi Delta Kommandó? Hát a nem nevezném. Én inkább azt mondanám, hogy egy olyan munkahely, ahol megfelelő szakmai vitákat lehet nyitni, a munkavállaló és a munkáltató egymásra talált. Ez nagyon, nagyon ritka, a mai világban, nem csak a felügyeleten úgy összességében a világban. Ritka viszont szerencsés. Ritka szerencsés, de ez kellett az, hogy olyan, olyan, vezetés legyen, aki még jobban rendet akar, bár azt tegyük hozzá, hogy aki azt mondja, hogy elvégezte a munkámat és rendet raktam, az egy hazug ember, mert mindig lesz probléma, mindig jelen lesz, de mindig is lesznek olyan felügyelők, akik azt akarják, hogy rend és rendezette pomáz legyen. Hát a szerencsére, de... szerencsére. A, ez valószínűleg akkor ennek köszönhető, most már tudjuk, hogy ugye Pomáz országviszonylatban is azért a, a biztonságosabb városok közé tartozik, tehát valószínűleg akkor ez a magyarázat, hogy miért nem kell az állampolgároknak félni. Ha esetleg valamilyen anomáliát látnak a lakosok, akkor hol tudják ezt jelezni? Ez is egy extra kérése volt a polgármester úrnak, azonnali dispatcher szolgálatot hozott létre, ami abból áll, hogy a honlapunkon is megtalálható telefonszámon a nap 24 órájában diszpécser felveszi azokat a bejelentéseket, illetve panaszokat, amelyek a köztöleten történnek, vagy bármilyen beavatkozást igényelnek. A diszpécser szolgálat tudja, hogy melyik köztölet felügyelői állomány van szolgálatban, és a munkaidőben a helyszíne irányítja, vagy amennyiben a a késő, hajnal, a késő éjszakai hajnali órákban van, akkor pedig a reggeli tájékoztatja, valamint ennek elősegítése érdekében egy modern mobiltelefon flottát is kapott a felügyelet, ami korlátlan internet elérhető lehetőséget tartalmaz, valamint nagy felbontású képek, illetve GPS koordinátás képek készítésére is alkalmas. Említette a rendőrséggel való együttműködést. Gondolom, hogy a, a... Köszönhet más szervekkel is együtt kell, más intézményekkel is együtt kell dolgoznia. Igen, együttműködési szerződése van az önkormányzatnak a Pomázi Polgárőre Egyesülettel is, valamint napi kapcsolatban vagyunk a Pomázi Önkéntes Tűzoltósággal is, akivel, akikkel balesetek és egyéb tűzoltói intézkedést igénylő feladatoknál is közösen dolgozunk. Ahhoz, hogy ez a rendszer jól működjön, már pedig ugye látjuk, hogy jól működik, ehhez kell egy ö, olyan vezetés, akik toppon vannak. Valóban nagyon fontos az, amikor azonnalos cselekményben kell döntenünk, munkaidőn kívül hétvégén vagy ünnepnapon, akkor osztályvezető úr mögöttünk áll, és tudunk vele egyeztetni, hogyha esetleg kétes, hogy merre kell elindulni, melyik eljárási formát kell választanunk, a nap 24 órájában készen áll nekünk, ami ő neki annyira nem öröm, de nekünk nagyon. Hát meg a lakosoknak természetesen a lakosok a legfontosabbak, viszont rengeteg olyan szituáció adódik, és általában Murphy törvény alapján hétvégén vagy ünnepnapon, amiben azonnal dönteni kell, és osztályvezető urat, ha felhívjuk, akkor meghatározza azokat a az eljárási meneteket, amit azonnalos cselekményben meg kell tudnunk oldani. Ami egyben garancia arra is, hogy nem csak, hogy a probléma el legyen intézve, hanem hogy ezek az elintézések, ezek ugye a jogáltal adott keretek között maradjanak az intézkedésnek törvényesnek és szakszerűnek kell lennie. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a beszélgetést, és akkor úgy gondolom, hogy nyugodt szívvel tekinthetünk 2024 év elé is, hiszen egy olyan közület felügyelet áll a hátunk mögött, akinek fontos, hogy a lakosok jól érezzék magukat, és jó közézetük legyen a városban. Minden szakmának megvan a maga szépsége és minden szakmának megvan a maga rejtelme. Aki ezt a mi szakmánkat választott, annak a legfontosabb az, hogy az állampolgárok biztonságban legyenek. Nagyon szépen köszönöm, és további sikeres munkát kívánok!